nem megszokott környezetben és nem megszokott feltételek között, de nagyon sok szeretettel üdvözlöm a ClickOut olvasóit és most nézőit is. És köszöntöm két beszélgető partneremet, Méhes Annát és Szabó Katalin. Sziasztok, lányok! Üdvözlöm a kedves nézőket, szia Ági! Sziasztok, és én is köszöntöm a kedves nézőket! Gyorsan egy gyors bemutatás, ugye azt kell Annáról tudni, hogy, illetve mindkettőtökről azt kell tudni, hogy medikusok vagytok. Annáról azt kell tudni, hogy egy 5. éves orvostanhallgató általános szakirányjal, és Kata ő pedig 4. éves, és ő pedig fogorvostanhallgató. Úgyhogy ebből már lehet is következtetni abból, hogy mi lesz a mai témánk. Egy picit kezdjük onnan, hogy ti, mint medikusok, amikor elérkeztetek a pályaválasztáshoz, akkor mi volt az a fő motiváló erőtök, vagy mi volt az az első gondolatotok, illetve hogy nagyon sok orvosnál, akár nekem a baráti társaságomban is, az orvosi pálya az már szinte ilyen gyerekkorból adott volt, vagy azért, mert van a családban orvos, vagy pedig azért, mert már gyerekkorban az az adott illető nagyon szeretett gyógyítani, gondoskodni, érdekelte őt a biológia, az egyes betegségeknek a lefolyása, de érdekelne az, hogy volt a ti esetetekben. Kata? Hát az én esetemben, ahogy mondod, ez már rég kialakult, ilyen 13 éves koromban körülbelül, hogy elkezdtem gondolkozni azon, hogy az alapiskola után hova vigyen tovább az utam, és igazából számomra először így a tantárgyak alapján volt ez a szakirány, hogy ez a biológia és kémia sokkal jobban lekötötte a figyelmem, mint a többi tantárgy. Ezt leszámítva, ami nekem mindig is egy ilyen prioritás volt, az, hogy legyen valami kreatív szakmám és változatos. Saját magamat is ilyen változatos személynek, vagy egy ilyen lyukhatatlan személyiségnek tartom, hogy mindig sok féle dologgal foglalkozom, és ez a szakirány is olyan, hogy minden egyes páciens más, minden egyes nap más, szóval szerint nekem ez egy ilyen plusz volt ehhez. Természetesen szerettem volna mindenképp emberekkel foglalkozni és segíteni rajtuk valamilyen módon. És ugye hát a fogászati rész nálam ott dőlt el igazán, bevallom, az általános orvosira is jelentkeztem, de a fő cél elejétől kezdve nálam a fogászat volt, és pont ahogy kezdtem az elején, emiatt a kreatív oldal miatt, hogy úgy érzem, hogy, és azt is tapasztalom most már az egyetemen is, hogy abszolút kitölt engem ez a szakirány, örömmet is lelem benne, érdekel is nagyon, és az embereken is tudok segíteni. Másrészt, ami kicsit az általános orvositól, ami miatt óckodtam tőle, az az, hogy nagyon családi beállítottságú voltam, és szintén úgy hiszem, hogy a fogászati karrier mellett egy nagy családi élet jobban kivitelezhető, szóval nekem ezek voltak így a fő szempontjaim. Anna? Hát az igazat megvalva, én egész kicsiként, kiskoromban én állatorvos szerettem volna lenni. Falusi vagyok, úgyhogy ez az állatokhoz való kötődésem ez egész kiskoromtól jelen van. Illetve úgy látszik, a gyógyítás is, annak ellenére, hogy aztán hosszú éveken keresztül nem fogalmazódott meg bennem az orvoslással kapcsolatos cél, illetve jövő, sokkal inkább szerettem volna újságíró lenni. Viszont volt egy, vagy van egy barátnőm, akinek van krónikus bélbetegsége, illetve én nekem is voltak, esetenként vannak is problémáim, ami az ilyen emésztőszervi megbetegedéseket illeti, és igazából a felvételi előtt, az érettségi előtt egy pár évvel elkezdett így bennem megfogalmazódni, hogy talán mégiscsak ez lenne az az út, amire rá kéne lépnem, amit el kellene kezdenem.
És igazából egyik évről a másikra megváltoztattam a terveim, és elkezdtem készülni a felvételire. Ami mondjuk ki, hogy nem is olyan egyszerű, ugye? Ezt én is azért tudom, hogy azok, akik orvosira készültek, szinte az egész negyedik évet már azzal töltötték, hogy a bizonyos órák alatt volt egy ilyen zöld könyv, nem tudom, hogy még ebből van-e a felvételi. Igen, egy ilyen nagyon vastag zöld könyv, és azt bújták és töltögették a teszteket. Ugye Szlovákiában jelenleg három városban lehet orvosi tanulni, az egyik Kassa, a másik Martin, és a harmadik pedig Pozsony, és Pozsonyon belül is két helyen, az egyik a Szlovák Egészségügyi Egyetem, és a másik pedig a Comenius Egyetem. Ti mindketten a Comenius Egyetemnek vagytok a hallgatói. És ez azt jelenti, hogy benne vagytok a pozsonyi életben, és akkor itt meg is említeném rögtön, és meg is kérném Katát, hogy akkor egy kicsit beszélgessünk a selyekről, ami szintén egy fontos része az életeteknek. A selyek, aki nem tudná, a Selye János Klub, amely a pozsonyi medikusokat tömöríti, tehát az azt jelenti, hogy egyfajta, de javítsatok ki, hogyha tévedek, egyfajta egy ilyen segítő hálózatot nyújt az a pozsonyi medikusoknak, akik épp elsőbe kerülnek, vagy éppen erre a pályára készülnek, tehát van egyfajta egy ilyen sors közösségetek. De egyébként is, ha jól tudom, akkor elég komoly struktúrában dolgoztok, feladatok vannak, ki mivel foglalkozik, és hát ugye Kata, te vagy az elnöke ennek a klubnak. Egy kicsit a klubnak a múltjáról, a munkásságáról, hogyha beszélnél, akkor ezt megköszönném. Köszönöm szépen, hogy megemlítetted a klubot, nagyon fontos számunkra a Selye János Klub, és mindent nagyon jól mondtál vele kapcsolatban. És igen, a Selye János Klub igazából 1990-ben alapult, akkor is már az volt igazából a fő cél, hogy megkörnyékezzük a magyar ajkú diákokat Pozsonyban, hiszen nem vagyunk kevesen, sőt, mi több évről évre egyre több a magyar diák, és igen. Én gyorsan kérdeznék, hogy számbelileg mennyi ez a szám, hogy most hány olyan emberkéről tudtok, aki, tehát nem kell, hogy a klub aktív tagja legyen, de mondjuk magyar medikusok közé tartozik, és hogy vannak-e kassai, illetve martini diákok, akikről tudtok? A SEG valójában a pozsonyi medikusokra összpontosít, és 150 és 160, 165 közé tehető az összes medikus, aki a SEG-ben benne van. Pontosan azért is a pozsonyiakra összpontosítunk, mert nagyon nehéz is lenne valójában a klubunknak a fő alappilléreit megvalósítani, hogyha több helyen lennénk aktívak, vagy több helyen lenne a sejknek ilyen központja, viszont jó kapcsolatban vagyunk egyébként a kassaiakkal is, sőt, mi több Romániával is kapcsolatban vagyunk, a Pesti Semmelweis Egyetemmel is jó a kapcsolatunk, ugyanúgy Brünnbe, Prágába ugyanúgy vannak orvos is diák kapcsolataink, és ővelük tartjuk olyan szinten a kapcsolatot, hogy például, amikor a klub biztosít minden évben, sajnos ebben az évben nem, de biztosítunk minden évben szakmai nyári gyakorlatot, amely magyar nyelven folyik Budapesten, és ez egy olyan példa, amikor mindig meghívjuk a prágaiakat, kassaiakat, brünnieket, marosvásárhelyieket, hogy van egy ilyen lehetőség, és átvállaljuk például a rendezését nekik, és akkor ilyen módon velük is tartjuk a kapcsolatot. A sejknek ebből a 150-160 tagjából, aminek én nagyon örülök személy szerint, hogy egy 90-95 aktív tagja is van, aki legalább egyszer-kétszer az évben részt vesz valamilyen tevékenységünkön. A tevékenység között mire gondolsz? Azt, hogy tudni lehet, hogy a medikusok elég jól tudnak bulizni, hát ez is a tevékenység, ezek közé tartozik, hiszen a nehéz vizsgák után azért jól esik az ünneplés, de mi minden van, ami még így a palettákon van, ami a klubot illeti. Azon kívül a szakmai gyakorlatról is kérdeznék, hogy ezt hogyan kell elképzelni, hogy akkor kivonultok Budapestre mindannyian, és akkor mennyi időt vagytok ott, illetve azt, hogy ez a gyakorlatban, a mindennapokban hogyan zajlik?
Elsősorban a tevékenységeink, ahogy mondod, igazából mindig a szakmai háttér az, ami vonza, amit kínálunk, mindjárt rá is térek, hogy mire gondolok a diákokat, viszont a buli hoz minket össze. Tehát így próbáljuk a kellemeset a hasznossal társítani, és még magyarul is emellé ezt tenni, szóval nagyon-nagyon jó az a közösség. És igazából a tevékenységeink elsősorban minden évben, mi augusztusban, amikor már tudjuk, hogy szétküldték a felvételi lapokat a diákoknak, akkor az egyetem kollégiumának mindig megjelenít, ahol a legtöbben vagyunk, ez a Drusba internet, a legtöbben ott vagyunk elszállásolva, és meg van jelenítve egy ilyen névsor, ahol mi kicsípjük így a magyar neveket. És akkor ráírunk Facebookon ezekre a diákokra, felkeressük őket, és meghívjuk őket egy szeptemberi, úgy hívjuk, hogy első segély, tehát egy ilyen körbevezetésre az iskolába, ajánlunk nekik könyveket, hogy miből kell tanulni, egy ilyen alap tanácsokkal ellátjuk őket, és akkor az iskola, miután az iskolát körbejártuk, akkor megiszunk egy jó pofa sört a sulim melletti kocsmában, ahol a vizsgákat is ünnepeljük, és így kezdődik minden évünk. És ezt követően a fő, a szórakozás és a magyarságot leszámítva a főpontjaink közé az is tartozik, hogy a tudományosságot és a szakmaiságot is szeretnénk növelni a klubban. A magyar diákoknak egy kicsit hátrányt jelenthet az, hogy idegen nyelven kell szöveget értelmezni, még akkor is, ha a diákjaink nagy része nagyon jól beszél szlovákul, de akkor is azért az a szövegértés kicsit nehezebb. És akkor mi a sejkben minden szemeszterben két ilyen tudományos beszélgetést szervezünk a Magyar Nagykövetségen. Ők is támogatnak bennünket, és ezekre a tudományos beszélgetésekre híres professzorokat, orvosokat hívunk, persze magyar nyelven folyik, külföldről vagy otthonról, és akkor a diákok általában egy 50-60 diák el is látogat, már lassan nem is férünk be a terembe, hál' Istennek. És akkor ez a szakmai része a klubnak, amit most tavalytól ki is bővítettünk, ilyen szimpóziumokkal, ezeket úgy kell elképzelni, mint ilyen workshopok, és akkor ezek egy ilyen 5-6-szor szerveződnek meg egy fél évben, és ez sokkal kisebb csoportokra összpontosít, 5-6 ember, maximum 10 egy kollégiumi szobán, és akkor együtt tanulunk, átveszünk valami tananyagot az iskolában, ami nehezebb, és fiatal orvosok járnak nekünk segíteni ebben, vagy valamelyik diák, aki épp jobb, vagy idősebb, és már tudja, akkor az magyaráz egy prezentáció, vagy csak szóban, és akkor ezáltal így segítjük egyik a másikat. A tevékenységeink, mint mondtam, ugyanúgy folytatódnak a nyári szakmai gyakorlattal, erről már kicsit beszéltem. A szakmai gyakorlaton átlagosan egy 40 magyar diák a sejkből, plusz 5-6 diák a külföldi iskolákról, vagy a, ahogy mondtuk, a Kassa, Brünn és a többi, veszünk részt, és viszont volt már, amikor 67-en is voltunk ezen a nyári gyakorlaton. Ez Budapesten zajlik, egy kollégiumban vagyunk együtt elszállásolva, és 4 héten vagy 2 héten keresztül attól függ, hogyan tudjuk egyeztetni a szobákat, vagy a mennyi hely van az egyetem által kínált kórházakban, és akkor napközben mindenki magyar nyelven elsajátítva így a magyar szakterminológiát is, járjuk a kórházakat, és ott végezzük el a kötelező gyakorlatot, amit elismernek szerencsére a pozsonyi iskolán is, és ezáltal, hogy egész évben szlovákul kommunikálunk az iskolában, így Budapesten a magyar szakterminológiát is elsajátítjuk, amit fontosnak talál szintén a klub. Említetted itt a magyar ajkú diákokat, akik ugye egy teljesen magyar környezetből belecsöppennek egy elég nehéz egyetemre, egy elég nehéz szakirány felé, hogy milyen a fogadtatása a tanároknak. Tehát azért, mivel hogy ennyire erős kis magot alkottok ott, és tudjátok egymást segíteni, ami egyébként szerintem nagyon megbecsülendő, mert kevés olyan szak van, ahol a diákok ennyire összetartanak, és ennyire segítik egymást, és azért azt gondolom, hogy egy elsős esetében ez aranyat érhet, hogyha
ha rögtön könyveket kap a kezébe, vagy akár a tanárokról is egy-két információ, hogy ki milyen beállítottságú és milyen szigorral rendelkezik, ez is egy fontos információ. De hogy milyen a fogadtatása a tanároknak? Van egy olyan tapasztalatom, hogy sokan a magyar diákokat nagyon nagyra becsülik pontosan azért, mert nagyon-nagyon túl szeretnék teljesíteni a többi diáktársukat, és ezáltal sokkal jobb eredményeket tudnak elérni. De hogyan látjátok, mit tapasztaltatok? Anna? Szerencsére nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak ebből a szempontból. Én eléggé törtem a szlovákot, amikor megkezdtem az egyetemet, és ez miatt nem kis félelmem volt. Szerencsére elég könnyen sikerült beilleszkednem. Én azt tapasztalom, hogy a diáktársaink és a szlovák diáktársak is nyitottak. Sok olyan történetet hallottam más fakultákról, ahol esetleg éppen ellenkezőleg nagyon negatív esetek is történtek. Szerencsére én ezt az 5 év alatt minimálisan tapasztaltam. Természetesen embere válogatja, nem mondom, hogy nem éreztem negatív hullámot, hogy nem volt olyan személy, akivel esetleg találkoztam, és mondjuk nem szimpatizált volna velem a nemzetiségem miatt, de én úgy vagyok vele, hogy akkor ezt nem kell erőltetni, én rosszat nem akarok erőltetni magam, senkire nem akarom. De tényleg minimális volt az 5 év alatt, pedig rengeteg időt töltök Pozsonyban az elmúlt 5 évben. És a tanárok felől pedig szintúgy saját maguk megmondják, hogy látszik az, hogy egy magyar diáknak azt a tananyagot akár többször is el kell ahhoz olvasnia, hogy tényleg áttekintést nyerjen az adott témáról, és ezáltal alaposabban akár tudja azt az anyagot. Volt, hogy megjegyezték, hogy kisasszony azért ezt a szlovákot, meg azt a ragozást egy kicsit jobban. Aztán mondtam, hogy hát én igyekszek, hogy én szlovákokkal lakok, meg hasonlok, de hogy azért ezt letagadni se nem akarom, se nem tudom. De alapjáraton most az, hogy ez miatt engem kidobtak volna a vizsgáról, ha megvolt a kellő tudásom, miért egyáltalán nem tapasztalok, és mástól se hallottam ilyen negatív tapasztalatról. Kata? Hát én is csak egyet tudok érteni az Annával. 99%-ban azt tapasztalom, hogy a diáktársaink, ez konkrétan személyes tapasztalat is, vagy a többiekkel is, hát sokat beszélünk erről, nagyon tisztelik a szlovákok, hogyha eleve hát a mindenki hallja, hogyha egy magyar ajkú diák, aki otthon csak magyarul beszél, megszólal szlovákul, azt azért nem, valljuk be, nem nagyon lehet leplezni. Viszont nekem nagyon sok személyes bókot is kaptam azért, hogy elismernek azért, hogy én otthon magyar alapiskola, magyar gimnázium után így beszélek szlovákul, és sokkal többször hallottam ezt, mint megjegyzést arra, hogy hogyan beszélek szlovákul, valami rossz májú megjegyzést. Szóval ez a diákok szempontjából nagyon pozitív. Másrészt hozzá kell azt is tenni, hogy ahogy az Anna is mondja, hogy más egyetemeken lehet erre kicsit rosszabb a visszhang, viszont nálunk hozzá kell tenni, hogy például most a második évfolyamunkban 38 magyar diák van, a 360 általánosi és 42 fogorvosi diák közül, ami mondhatjuk, hogy körülbelül majdnem 10% a diákoknak, ugye magyar, ha jól számolom, és azért ez már a klubról is tudnak, mivel sokat járunk tényleg együtt, sokszor mondják le a diákok a programjukat, hogy megyek a magyarokkal valahova. Szóval, Anna, mit szeretnél volna mondani? Csak annyit, hogy igazából nálam sokszor a szlovák barátnőim irigylik is ezt a magyar klubot, mert sokkal összetartóbbak vagyunk, és nem egyszer előfordul, hogy a csoporttársaim nekem szólnak, hogy hallod, hogy a spolkotokból, ugye, hogy nincs-e valami info, mert sok esetben én tudom elsőnek megmondani azt, hogy erre és arra a vizsgára, melyik könyvből a legjobb tanulni, hogy érdemes rendezni azokat a vizsgákat, vagy esetleg, hogy valami jegyzetek vannak a tarsolyunkba, úgymond, és automatikusan nekem átküldik. Én vagyok az egyik első, aki aztán a csoporttársaimmal ezt meg tudja oldani, és illetve osztani.
Igen, ezzel abszolút szintén egyetértek. Nekem is az a tapasztalatom, hogy Léci Kata, tudnál írni valamelyik barátodnak, aki idősebb, hogy ebből erre a vizsgára mit tanultak, vagy milyen volt az a vizsgáztató, ez mindennapi téma nálunk. Meg ami még szuper a sejkben, hogy van például most már egy felhőnk is, a Google Drive, ugye, ahol rendszerezzük a tananyagokat például, hogy melyik vizsgára, mappák vannak vezetve, miből kell tanulni, és a többi. Szóval szerintem az, hogy valaki, egy magyar ajkú diák, ha bekerül a Pozsonyi Egyetemre, sokkal több pozitívumot hoz magával, mint negatívumot. Ez az én személyes megérzésem, de nem tudom, Anna, hogy vagy vele. Abszolút egyetértek. Tehát, hogyha most valaki hallgat minket és nézi ezt a videót, és negyedikes gimnazista, akkor ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy és természetesen sikeresen abszolválta a felvételi vizsgát Pozsonyba, akkor bátran megkereshet titeket, illetve valószínűleg ti is fogjátok őt keresni, de hogyha esetleg kétségei vannak, és főleg egy ilyen szituációban, ami ugye most van, hogy a ti felvételiző, illetve negyedikes érettségiző, illetve az egyetemistáknak a sorsa sem egyszerű ilyen szempontból, ugye az online oktatás, és erre is szeretnék egy kicsit egy mondat erejéig kitérni, hogy az nálatok hogyan működik. De befejezve az előző gondolatot, szóval, hogy bátran lehet titeket keresni, és akkor tudtok mindenféle érdekes és hasznos információval szolgálni. Hát igen, ez abszolút így van. Én meg hiszek benne, hogy hamarabb fogjuk megkeresni még őket, mint ők minket. Visszatérve kicsit erre a gyakorlati részre, hogy mi a meglátásotok, és talán most egy kicsit közelíthetünk a mostani szituáció felé, hogy én úgy látom, hogy minden téren és minden szférában most elindult egyfajta összefogás, és próbálják egymást az emberek segíteni, most ez legyen maszkok varrása, vagy ételkihordás önkéntesek által, és ebben nagyon aktívan belekapcsolódtak a medikusok is, többek között ugye ti is, és erről is fogtok majd mesélni, de hogy volt-e bennetek valamiféle félelem, amikor elindultatok ezen az önkéntességi úton, hogy van-e elég tapasztalatotok és gyakorlatotok, mert ugye nagyon sok egyetemista, amikor kilép az egyetemnek a kis meleg fészkéből, akkor igazából nagyon sok teoretikus, nagyon sok szakmai tudása van, viszont a gyakorlat általában az ugye hiányzik is. Hát a gyakorlat az csak úgy, a gyakorlatot úgy szerzi meg az ember, hogyha van lehetősége, hol gyakorolni. Ti említettétek, hogy van kötelező gyakorlat nyáron is, és tudom, hogy a ti tananyagotok úgy van felállítva egyébként évközben is, hogy sokat jártok kórházakba, sokat van gyakorlatotok, de hogy mennyire látjátok, hogy ez az arány a szakmai és a gyakorlati, illetve a teoretikus és a gyakorlati rész között, hogy ez jól van felállítva, és kicsit rákapcsolódva erre az önkéntességi munkára, hogy nem volt-e bennetek félsz, hogy nem tudom, vagyok elég jó, vagy van elég tudásom arra, hogy ezt fogom tudni csinálni, és jól fogom tudni csinálni? Szerintem bátran mondhatom, hogy mindannyiunkban van félsz. Nekem eléggé megható volt hallani, amikor még hetekkel ezelőtt azt az orvost, azt a professzort interjúvolták meg a tévében, akinél ősszel az infektiológia vizsgámat tettem le, és egy nagyon nagyra becsült szakember, és neki is föltették ezt a kérdést. Ő a Kramárei kórházban infektológus, és az első betegek hozzájuk kerültek, és ő is megmondta, hogy természetesen fél, de nem adják fel, igyekeznek küzdeni, és legjobb belátásuk szerint cselekedni. Szóval, hogyha az orvosok is ugye félnek természetesen, az szerintem nálunk nem is kérdés. És pontosan ebből kifolyólag, hogy bár rengeteget vagyunk kórházakban, de azt a tapasztalatot, ami ilyen szintű
járványnál szükséges lehet, az szerintem szinte lehetetlen, hogy valaki elsajátítsa előre. Ugye? Egyébként, igen, bocsánat, nekem egy kicsit meg kell szoknom ezt, ugye ez a varázsa ennek, csak a nézőknek mondom, hogy ez a varázsa, hogy nagyon figyelnünk kell egymásra, és bennem rögtön jött az a kérdés, és azért is ne haragudj, hogy így a szabadba vágtam, hogy van egyébként erre kimondottan tantárgy, ami arra készítiteket fel, hogy egy ilyen krízis helyzetben egy orvosnak hogyan kell viselkednie, hogyan kell a tudását alkalmaznia, mert például ugye nagyon friss dolog az, hogy én az eredeti szakmám ugye nekem pszichológus, és nem is az egyetemen, hanem utána voltak képesítések arra, hogy például egy autóbalesetnél, vagy egy buszbalesetnél, vagy egy természeti katasztrófánál egy pszichológusnak milyen kompetenciái vannak. Tehát az egyetem igazából ezt a tudást nekem nem adta meg, hanem aztán a későbbiekben kellett ezt elsajátítanom, és hát nem tudom, hogy ha ez reálisan megtörténne, akkor azt van-e... El tudtam el sajátítani kellőképpen, de hát remélhetőleg, hogy nem fog előfordulni, vagy hát vannak erre tapasztaltabb emberek is, de hogy titeket ilyen tekintetben például az egyetem készít-e valamiféle ilyen vonalra, hogyha például most egy ilyen világjárvány tör ki, akkor egy orvos, legyen az medikus, de akár már egy kész orvos, orvosi diplomával, hogy milyen kompetenciái vannak, hogyan kell viselkednie, mi az, amit igen, mi az, amit nem, hogy van-e erre valamiféle tudásotok, amit megkaptatok az egyetemen? Van több tantárgy is, ami tudást adhat nekünk, tudást biztosíthat, egy alapvető elméleti tudást biztosít nekünk. Ide sorolnám például a mikrobiológiát, amit már a harmadik kosok is tanulnak, a negyed évben higiéna, és ötöd évben pedig járványtan, epidemiológia, illetve infektológia. A mikrobiológia az egy nagyon nagy vizsga, ott egy komoly alaptudásra tesz szert valaki, viszont a járványtan, illetve az infektológia, ezek blokkvizsgákként vannak átadva, ami azt jelenti, hogy egy-egy hét ki van ragadva a szemeszterből, és akkor ti csak azon az osztályon vagytok a csoportotokkal. És ez egy intenzív oktatás lényegében, egy intenzív kurzus, betekintést nyerünk a kórház, illetve az osztály életébe, és aztán egy elég komoly szóbeli vizsgával zárul. Ebből a szempontból szerintem az elméleti tudás adott, viszont ez egy hatalmas mennyiségű információ áradat, amivel ugye nehéz dolgozni, illetve rengeteg más tantárgyunk van ezen kívül, úgyhogy az agyunk szelektál, ha valaki nem foglalkozik hosszabb ideig ezekkel a dolgokkal, akkor felejt. Ezért mondanám azt, hogy egy ilyen esetre nagyon nehéz valakiket úgy felkészíteni, hogy mondjuk egy blokkvizsgányi időt kapnak rá akár az orvosaink. Én úgy tapasztaltam, különösen infektológián nagyon érdekes előadásaink voltak, ott voltunk az osztályon, volt alkalmunk betegeket vizsgálni, komoly korlapot kellett felállítanunk, anamnézist, tehát a pacienssel voltunk hosszasan kontaktban, és osztályozták, hogy ezt mi hogy dolgoztuk fel, a tőle szerzett információkat, illetve aztán közösen az orvosokkal megbeszéltük, hogy milyen terápiát javasolnánk, illetve megosztották velünk, hogy ők hogyan oldották az adott esetet. Igyekezet van, de azért aztán, mikor egy ilyen helyzet jön, szerintem ez olyan szinten nem elegendő, hogy én most, ha odaraknak egy orvos mellé a kórházba, akkor maximálisan tudjam őt segíteni. Sőt, ez most lehet, hogy rosszul fog hangzani, de lehet még egy kicsit az első pár hétben még a terhére is leszek, mert nem tudom, hogy hogyan, mit. Ezért van az, hogy főleg ápolói munkát teljesítünk most önkéntesként. Uh-huh. Kata, te szerettél volna valamit mondani? Én csak azt szerettem volna hozzátenni, hogy mindennel egyetértek, amit az Anna mondott, csak megjegyezném még így a Margóra, hogy
azt kell ugye tudatosítanunk, hogy egy ilyen járvánnyal szinte soha senki nem számol. És egy ilyen mikrobiológiai tantárgy, ami két szemeszteren keresztül nálunk tantárgy, annyiféle mikroorganizmusok, baktériumok, vírusok, gombák, paraziták, mindent magába foglalja, ami elképzelhető. És akkor a tantárgyak, ez más iskolán is így van, ami gyakrabban előfordul, ilyen, vagy ilyen infekciós megbetegedések, vagy bármi más betegség, azok vannak inkább kiragadva, amire úgymond megszoktuk már, ugye, hogy minden évben előfordul, és alap, hogy egy orvos tudja. És ezáltal az, hogy a 6 év nekünk tényleg egy alapinformációt ad, mindenbe kicsit belekóstolunk az orvostudományból, de nem hiába vannak ezek a blokkvizsgák. Ezek a blokkvizsgák mindig más osztályokon vannak, ahol specializált orvosok vannak, akik éveken át csak erre specializálódtak, és még őket is meg tudja lepni ez a járvány, szóval szerintem ez nem is lehet erre jobb választ adni annál, hogy szerintem ez a gyakorlati kérdés, hogy fele vagyunk erre készítve, nem tudnánk mikor felkészülni rá elégségesen. Talán ezt most már csak én ilyen megjegyzésként mondom, hogy a világot, ahogy ti is mondjátok, nagyon meglepte ez a mostani helyzet és ez a vírus, hogy lehet, hogy egy ilyen felület, egy ilyen elgondolkodási felület akár a jövőbeli oktatáshoz, vagy tananyagként, hogy talán jobban oda kell mostantól ezekre figyelni, mert ugye azt mondják, hogy a nagyokosok és a szakemberek, hogy jobb, hogyha felkészülünk, hogy bizonyos időközönként addig, amíg ezt a fajta életmódot fogjuk élni, amennyire a természetet, az állatvilágot és a földet kizsigereljük, addig nagy valószínűséggel még fognak akadni olyan vírusok, amelyek meg fognak minket támadni, akár állatról is, úgy, mint ahogy ugye most is nagy valószínűséggel történt. Engem az érdekelne, hogy akkor, amikor ez az egész elkezdődött Ázsiában, és még csak hírek voltak arról, hogy valami történik, hogy nem tudom, ti akkor, ugye ha jól emlékszem még az egyetemi éveimre, akkor ti ugye vizsgai időszakban voltatok, de mondjuk év végén volt valamiféle megjegyzése tanároknak, orvosoknak, gyakorlaton, hogy valami történik, hogy figyeljetek oda rá, vagy valamiféle predikciók a tanáraitok részéről, vagy ezt úgy igazából nem volt erre nagyon alkalom erről így beszélgetni? Igazából ez pontosan a vizsgai időszak kellős közepén volt, amikor ugye 2 hónapig nem is járunk iskolába, úgyhogy ebből kifolyólag sem kaptam én semmiféle visszajelzést az iskolából, vagy reakciót erre a szituációra. Illetve még hadd jegyezzem meg az előző problematikához fűzve, hogy ugye mi általános orvoslást tanulunk, és a szakosodás az nem véletlenül csak a 6 év után kezdődik. Tehát mindenben van úgy, ahogy a Kata is mondta, belelátásunk, betekintésünk, de azzal, hogy mi megkapjuk úgymond a titulust, hogy mi orvosok leszünk, még nem leszünk szakorvosok, és ez nagy különbség, mert ugye utána kezdődnek a rezidens évek, és külön az infektológia alapja a belgyógyászat, és még az infektológia, szóval az egy ilyen piramisszerű, ez ilyen nagyon-nagyon aprólékosan és hosszasan épülő dolog, ezért is mondanám, hogy medikusként szerintem lehetetlen, hogy ilyen dologra minket úgymond felkészítsenek, de viszont ezután én szerintem lesznek változások biztosan, mert úgy, ahogy mondtad, tisztában van vele mindenki, hogy ha csak az emberiség egy kicsit nem változtat, amit őszintén szerintem annyira hozzá vagyunk szokva ehhez a nyitott világhoz, úgymond, és az utazáshoz, ami egy nagyon jó dolog, én is imádok utazni, csak ugye ezt szerintem mi már nem fogjuk meg, ez nem fog változni.
lehet, hogy bízok benne, hogy valamilyen szinten azért ez most nyomot hagy bennünk, és kétszer is meg fogjuk gondolni ezt azt, hogy mennyire pazarlunk, vagy hogy mondjuk nem kell egy évbe 10-szer kirándulni, hanem lehet, hogy 2 kirándulás is elég, és hasonlók. De mindenki megmondja, hogy várható, és nem kizárt, hogy úgy, ahogy most megtörtént, az megtörténik majd máskor is, esetleg egy teljesen új típusú mikroorganizmus üti fel a fejét. És ez miatt gondolom, hogy minket is lehet, hogy innentől kezdve másképp fognak készíteni ilyen szituációkra. Nem beszélve ugye arról, hogy ezek akár mutálódhatnak is, tehát hogy másféle formában is, másféle jelleggel megjelenhetnek ismét, tehát hogy a variáció az szinte ebben a tekintetben végtelen. Hát ők küzdenek lényegében a túlélésért, ezt nekem egyszer így magyarázták, és képesek mutálódni és alkalmazkodni egy adott éghajlathoz, egy adott környezethez, és a mutáció során akár ilyen védelmi rendszert magukban kialakítani, és lehet, hogy ami addig hatásos volt ellenük, ami elpusztította őket, az egy idő után már nem lesz. Számomra egyébként talán ez a legijesztőbb, hogy egy mikroszkópnyi, vagy egy mikroszkóppal megtekinthető valamiben ennyi intelligencia, és nem is tudom, milyen szót használjak még, van, vagy túlélési képesség van, hogy akármilyen formában tudja változtatni saját magát csak azért, hogy megtámadhasson. Számomra talán ebben a szituációban ez a legijesztőbb. Egy kicsit akkor beszélgessünk, ha már itt az önkéntes munka is szóba került, beszéljünk erről. Én megkérnélek titeket, hogy akkor mondjátok el azt, hogy, mert tudom, hogy mind a ketten azért részt vettek ebben, nem is kicsi formában, hogy mit takart nálatok az önkéntesség, mivel foglalkoztatok, mivel teltek a napok, amikor az önkéntes munkát végeztétek, bármi, ami így az eszetedbe jut erről kapcsolatban. Kata? Hát személyes, ha magamról beszélek, ugye én még kórházi önkéntes munkát nem végeztem egyelőre. Ez annak is tudható be, hogy az első 2,5-3 hétben, de amúgy még mai napig is néhányszor maszkokat kezdtem varni. Tehát én szintén megint a kreativitásomat használtam abban fel, hogy valahogy segítsek a körülöttem lévőknek. Most arra már Németországba és Franciaországba is küldöm a maszkjaimat, mert ott úgy látszik nem tudnak annyian varni nálunk. Szóval nekem ezzel teltek az első napjaim, másrészt pedig szerettem volna mindenképp, ha a sejk kiveszi ebben a részét, mert aminek nagyon örülök, hogy én azt láttam, hogy a medikusok olyan szinten kötelességüknek érezték azt, hogy segítsenek ebbe a helyzetbe, mind a mellett, hogy elmondtuk, hogy nagyon félünk is, és hogy tisztában vagyunk be azzal is, hogy nem tudunk olyan döntéseket hozni, annyit segíteni, mint egy orvos vagy egy nővér, viszont szerintem csodálatos az a tény, hogy megvan ez az akarat a jövő orvosaiban, hogy amint kell, akkor valamilyen úton, módon segíteni próbálnak. És akkor részemről, igen? Gyorsan közbevágnék, hogy egyébként ezt maga az egyetem iniciálta nektek, hogy jelentkezzetek, mert ugye sok egyetem tett felhívást, akár hogyha szociális munkásokat figyeltem, meg tudom, hogy a pszichológusokat, a lendő pszichológusokat is erre ösztönözték, hogy vállaljanak ilyenfajta önkéntesi munkát, akár ilyen segélyvonalakon, de érdekelne az, hogy itt ebben az esetben, a ti esetetekben az iskola volt-e az iniciátor, vagy mindenki magánjelleggel indította ezt? Hát elsősorban az egyetemet, ugye az egyetemre rázódult az is, hogy mi legyen az oktatással, az volt az első fő problémájuk, hogy jó, holnaptól nem jönnek a diákok iskolába, és most akkor mit csináljunk? Szóval ő nekik az első 2 hétben szerintem az abszolút minden napjukat ezzel töltötték, hogy ezt megoldják valahogy. Ez ellenben biztosak voltunk benne, hogy ők is lépni fognak, és a klubok, a szakmai klubok, a sulin, a szlovákok is, és más Kassán is, vagy Martinban is látom a diákoktól, hogy először a klub vezetők, vagy a klubok
fejezték ki ezt először, hogy igen, akkor szeretnénk, és akkor mi is ezt csináltuk a SAIC-ben, hogy írtunk egy bejegyzést a tagoknak, hogy biztosak vagyunk abban, hogy bennetek is megfogalmazott ez a kérdés, hogy hogyan segíthetnék most, és akkor így úgymond tudtuk rá, adtuk, hogy valószínűleg fog kell lenni a segítségünk, és hogy felmértük a terepet, hogy akkor ki, mennyi diák lenne hajlandó segíteni önkéntesként, és a többi. Ez volt így az elején. Aztán persze pár héttel később már az egyetem is küldött nekünk e-mailben is, meg a szenát tagjai, az iskolai szenátus tagjai is megszólították az évfolyamokat, de ugye ez főleg az 5. és 6. éves hallgatókra vonatkozott elsősorban. Ugye, ahogy az Anna mondta, Annának már megvannak ezek a vizsgái, vagy épp készül erre az infektológiára és az epidemiológiára, ez ellenben a 4. éves hallgatóknak ez a tudás még nincs meg, hanem csak a mikrobiológia, ugye. Tehát őket keresték először, az egyetem őket is, és aztán jöttek a kórházak felől is a felkérések, akik így a médián keresztül próbálták a tudtunkra adni, hogy igen, szükség lesz a segítségünkre, és oda már így a 4., 5. és 6. éveseket is toborozták, szóval valahogy így folyamatosan mindenki, ezért is hiszem azt, hogy amúgy nem egyszer volt bennem az az érzés, mai napig is, hogy hú, igen, szeretnék valamit csinálni, de azért otthon is kéne maradnom, és mi lesz a sulival, és hogy tanuljak, és amellett a sejket is ösztönözzem valamire, példát is mutassak, de mindenképp szeretnék a kórházban is segíteni, és egyébként aztán idővel most, hogy most otthon vagyunk, magamban így felállított, most már egyre több az információ az egyetem részéről, hogy hogyan fognak zajlani az online vizsgák, és a beadandók, és az online dolgozatok, hogy fognak folyni, és folynak is. Szóval folyamatosan tisztul ez a kép, és egyszerűbb döntést hoznunk, de megmondom őszintén, hogy napi szinten változik a hangulatom ezzel kapcsolatban, mert egyrészt félelem az, hogy mi lesz velünk, nem úgy gondolom, hogy a kórházban vagy az önkéntes munka alatt, hanem az, hogy az egyetemi jövőnkkel mi lesz, hogyan fogom tudni ezt egyeztetni, elég jó-e leszek, nem-e fertőzöm meg a családom, ha igen, hazahozom, akkor ezt hogy oldom meg, ha nem akarom hazahozni, hogy oldjam meg, melyik kórházba segítsek, milyen osztályon, nagyon sok a kérdés, szóval ezt igazából több oldalról jönnek ezek a kérdések, és az Anna viszont meg tudja válaszolni, hogy milyen ez a gyakorlatban is. Ugye 5. éves hallgató, és már volt Dunaszerdahelyen konkrétan a kórházban, mint önkéntes. Szóval a ott bentfentes dolgokról, meg Anna tudna többet mesélni. Azért azt se hagyjuk ki, hogy ugye erről is egyre több, bár nem tudom most az aktuális helyzet, mire 1-2 héttel ezelőtt azt az információt kaptam én is, hogy a véradók száma ugye több mint 80%-kal megcsappant. Ugye egyrészt a bejárási tilalom, vagy a kijárási tilalom, vagy a kórházba való belépések miatt is ugye ez egy kicsit korlátozva volt, meg gondolom, hogy az emberek félelme is megszólalt, de azt is tudom, hogy vért adni is voltál, tehát hogy ez is az önkéntességnek egy formája. Csak ezt akartam így ugye hozzátenni, hogy hát végül is ebben az időben, amikor nagyon sok hematológiai osztály felhívást tett, hogy bizony a véradók száma ilyen radikálisan az előző hónapokhoz képest megcsapott, és hát vérre ugyanúgy a továbbiakban is szükség van, akár egy életmentő műtétnél, vagy vérátömlesztés során is bármilyen adott szituációban. Tehát, hogy ez is azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon becsülendő dolog, hogy ezt megtettétek, illetve megtetted. Ha már akkor Anna megkapta a labdát ebbe a témába, akkor beszéljünk arról, hogy akkor te itt voltál Dunaszerdahelyen, mit is csináltál pontosan, és hogy ezek a személyes vagy etikai dilemmák benned hogyan zajlottak le? Bennem is volt nem kis dilemma, és elég hosszasan ez így jelen volt a mindennapjaimban. Elég sokáig kivártam, és igyekeztem ugye a SAIC-kel, most elindítottunk egy ilyen programot is, hogy a hivatalos oldalon keresztül poszterek formájában igyekszünk releváns információkkal ellátni az olvasókat.
és elébe menni a kitalációknak, illetve hamis információknak. Úgyhogy az első pár hét nekem is ezzel telt, hogy ebben vettem részt, információgyűjtés, illetve hogy milyen formában töltsük fel ezeket az adatokat. És a múlt héten, pontosabban nem, 2-3 héttel ezelőtt felhívtak engem innen a Dunaszerdahelyi Kórházból, hogy megkapták a jelentkezésemet, ugyanis e-mailes formában a média által meghirdetett jelentkezésre én beküldtem az adataimat, és lényegében vártam. És 2-3 héttel ezelőtt felhívtak engem, hogy akkor esedékes lenne, hogy esetleg, ha még mindig számíthatnak velem, akkor bemegyek és aláírom a papírokat. De egyelőre még nincs rám szükség. Végül múlt héten jött el az a pont, hogy alá lettek írva a papírok, és megegyeztünk, hogy akkor milyen munkakörben segíthetném őket. A lényeg az igazából, hogy a szerződés alapján is főleg ápolói munkával vagyunk megbízva. Mi terápiás tanácsot nem adhatunk, illetve nekünk tesztelést nem kell végeznünk. A Dunaszerdahelyi Kórháznál segít kezek, mint önkéntes. Gondolom, aki járt arra, biztosan feltűnt nekik a konténerház a kórház előtti parkolónál. Ugye most a parkoló meg lett szüntetve, és elég érdekes jelenség a fehér kezes lábasban megjelenő alakok, úgyhogy gondolom sok mindenkinek feltűnt. Hát én is egy vagyok ezek közül, az alakok közül igazából, és lényegében az a feladatom, hogy ott három nővér már harmadik heten napi 5 órában végzi a tesztelést, ezekre a tesztekre magánszemélyek is jelentkezhetnek interneten keresztül, egy teszt 60 euróba kerül, de ezen kívül a körzeti orvos is beutalhatja oda a beteget, ha olyan tüneteket produkál. Viszont a legtöbben olyanok jönnek oda, akiknek a munkavégzés szempontjából szükségük van igazolni, hogy negatívak, és ezáltal vissza tudnak menni dolgozni akár külföldre. Az én feladatom lényegében adminisztrációs, illetve van egy kérdőív, amit körülbelül fél percig tart kitölteni. Ebben ezeket a kérdéseket én teszem fel a betegeknek, de illetve azoknak, akik tesztelésre jönnek, mert mondjuk lehet, hogy 10%, de az is lehet, hogy senki nem beteg közülük. Végig maszkot viselnek, és igazából amikor a tesztelés, illetve a minta szerzésre kerül a sor, amit már a kolléganők végeznek, akkor én már jelen sem vagyok. Igazából te valójában felteszed azokat a fontos kérdéseket, amelyek aztán hozzájárulnak magához az eredményhez. Tehát például, hogy volt-e utazói anamnézise, ugye pozitív utazói anam, tehát hogy járt-e olyan országokban, vagy volt-e kapcsolatban fertőzött beteggel, ezeket te teszed fel az adott illetőknek. Az, hogy nem tesztelhettek ennek, mi az oka, hogy ez valamilyen speciális módon végzik? Ugye itt, ha jól tudom, akkor orr és torok törletet vesznek, és aki volt, az referált róla, hogy nem egy kellemes beavatkozás, de egyébként maga nem fájdalmas a törlet, ugye? Nem fájdalmas igazából, kellemetlen, de az is csak az orr törlet része, és nem tart tovább szerintem 5 másodpercnél, úgyhogy bárki képes kibírni. Kellemetlen, meg kicsit megrikatja az embert, de nem a fájdalom miatt. Ugye, illetve nem olyan bonyolult, hogy most én azt ne tudnám elvégezni, nem arról van szó, csak ugye mi, mint önkéntesek, inkább ilyen segédprocedúrákhoz vagyunk, és nem a konkrét mintavételre. Ugye amikor a mintavételhez kerül a sor, akkor az, akinél a tesztet végzik, leveszi a maszkot. Akkor itt már valamilyen szinten növekszik az a faktor, hogy valaki elkapja, de minimális, ugyanis szerencsére a kórház által biztosítva van a védőfelszerelés, a védőruha, csizma, aztán a kezes lábas, két kesztyű, maszk, előttünk ez a szemüveg, úgyhogy minimális, de azért
Én ezt így képzelem el, nem volt ez így konkrétan megmondva nekem, hogy akkor te oda nem mész, mert, de engem oda nem fognak küldeni így. Az mindig is érdekelt, és örülök is, hogy mondtad ezt a ruhát, hogy ennek van ugye speciális felvétele, hogy hogyan kell helyesen felvenni. Ez mennyi ideig tart ennek a ruhának a felvétele egyébként? Hát jó pár percig azért, de szerintem ez is szokás, illetve tapasztalat kérdése, mert említettem ezeket a hölgyeket, akik már harmadik hete minden nap kénytelenek napi 5-6 órát ebben dolgozni. Szerintem nekik már nem jelent probléma. És mennyi időt kell benne kivírni? Mert gondolom ez nem úgy van, hogy akkor most felveszem a kis védőfelszerelésemet, és aztán elfutok, hogy hoppá, bocsi, akkor nekem most el kellene mennem egy bizonyos helyre. Szóval ez azért igényel egyfajta ilyen nagyon szigorú szabályokat is, hogy akkor gondolom bizonyos időt ki kell benne bírni, hogy aztán használható legyen, illetve hogy ne történjen ott valami megfertőződés. Igen, igazából szerintem ez a dolog egyik legkellemetlenebb része, hogy ugye ennek maximális sterilitással kell folyni ennek az egész folyamatnak az egész nap folyamán. Úgyhogy amikor te felveszed ezt a védőruhát, teszem azt reggel 7-kor, akkor te onnantól nem ihatsz, nem ehetsz, és hát az illemhelyiséget se tudod felkeresni. Mondjuk így, hogy nem ihatok, azért annyira nem probléma, de egyik legnagyobb félelmem igazából ez volt, amikor felvettem, hogy húha, mi lesz, ha én nekem itt most esetleg pisilnom kell, de hát szerencsére úgy látszik, úgy megéltem, hogy nem kellett. Ugye az elme hatalma, ez nagyon... És egyébként azt mondták a többiek, akik tényleg már harmadik hetet csinálják ezt, hogy meg lehet szokni. Úgyhogy a szükség nagy úr. Igen. Beszéltünk itt már, most egy kicsit lezárnám ezt az önkéntes munkát, de Anna említett itt egy érdekes dolgot, amit mindenképpen szerettem volna veletek megbeszélni, hogy rengeteg csoport létezik, rengeteg cikk megjelenik. Ugye a pszichológusok is, illetve a szakemberek is most már egyre inkább azt ajánlják, hogy ne olvassunk el mindent, és csak megbízható forrásból tájékozódjunk. Te is Anna elmondtad, hogy a sejt például ezt is egy fontos feladatának érzi, hogy készítsen olyan plakátokat, és azt aztán gondolom online felületen ossza, amelyen valós információk vannak, hogy pár dolgot említhetnétek mindketten, ami így eszetekbe jut hirtelen, hogy mi az, amivel a leggyakrabban az emberek, vagy mik azok az információk, amelyek leggyakrabban tévhitnek számítanak, vagy akár hamis információnak is nagyon sok helyen megjelent, vagy még mindig a köztudatban él, hogy még előjön akár ilyen online fórumokon, mint vita, a vitának egy aspektusa, hogy de én azt olvastam valahol, hogy mivel találkoztatok ti legtöbbször? Hát, ezekkel kapcsolatban igazából azt vettük észre, hogy főleg az a probléma, hogy rengeteg a hír. Ugye az újságíróknak most minden egyes, mindenki, minden érdekes ezzel a témával kapcsolatban, tehát olyan szempontból, hogy minden egyes betegről beszámolnak a nap végén, számokról van szó, és ebből tényleg személy szerint is, ha az első 2-3 hétben én annyi hírt olvastam, hogy néha rettegés jött rám, hogy úristen, úristen, mi lesz velünk, és én ezt abszolút el tudom képzelni, mert hogy ha én így érzek, akinek még kicsit jobb, úgymond a háttér infója, mint egy laikusnak lehet, akkor ez amúgy elég rémisztő. És pont ezt akartuk így megragadni a sejkben, hogy írjunk rövid, egyszerű posztereket, pici leírással, ami a témák, amik foglalkoztatják az embereket, kicsit összefoglalja. Nos, és ezek a témák viszont meg napról napra változnak. Mi így heti 3-4 posztban, vagy ebennyivel érkezünk, annyit osztunk meg az oldalunkon, a Facebookon, és
ezek például az első hetekben helyes maszkviselésről szólt, mert az sem mindegy, hogy ugye nem szabad megfogni mondjuk az elejét, amikor mennyi ideig lehet rajtunk, mi a különbség a maszkok között, ugye az is fontos, mert rögtön az, ami nagy hiba, nem is, hogy hiba, ez egyértelmű, hogy mindenki a saját magát és családját félti a legjobban, viszont az egészségügyi dolgozókra nézve az is óriási problémát jelentett, hogy az első hetekben a raktárakból elfogytak a védőfölszerelések, mert az emberek arra, hogy bevásárolni mentek, megvették azokat a védőfölszereléseket, amik az orvosoknak tényleg kellett volna, nekik meg nem feltétlenül. Szóval ilyen dolgoknak szeretünk volna egy utána járni, elmagyarázni aprólékosabban. És van egy ilyen csoportunk, ami direkt erre a járványra összpontosít, és ott megjelennek a diákoktól ötletek, hogy én ezt és ezt olvastam, szerintem erről és erről írnunk kéne, és akkor az CSEIK elnöksége, aki 10 főből áll, akkor mi dolgozunk ezeken a témákon. Jelen esetben... amikor megcéloztuk már így a legfőbb információkat azzal, hogy mit tehetnek az emberek annak érdekében, hogy magukat és a környezetüket se veszélyeztessék, akkor most szerettünk volna a napokban már meg fog jelenni az első posztunk, ami ilyen lelkizős téma, ugye, hogy mit érzünk otthon, hogyan dolgozzuk fel, plusz szeretnénk a stresszt is magát megcélozni, ugye a klubunk névadója, Seje János, ő is a stresszel foglalkozott, szóval ez is nekünk kicsit így a képbe illik, kicsit, hát nagyon a képbe illik, és akkor ilyen mindenféle témát, ami az embereket érinthet, akkor ezzel szeretnénk a jövőben is foglalkozni. Egyébként Seje Jánosra visszatérve belőle, éppen a stresszt említetted, egyszer volt szerencsém belőle vizsgázni az egyetemen, úgyhogy nekem is mindig egy emlékezetes név marad a memóriámban és az emlékezetemben. Anna, például csak mondjuk talán a leggyakrabban emlegetett, és ezt szeretném, hogyha te úgy helyre raknád, hogy sokan azt mondják, hogy ez egy felfújt valami, aminek sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja, mert hogy hisz minden évben előjön az influenza, és annak is vannak sajnos halottai, hogy ez az eset is ugyanolyan, csak esetleg más neve van, vagy nagyobb média visszhangot kapott, hogy például ezt te hogyan egy laikus számára hogyan tennéd helyre, és hogyan magyaráznád el, hogy mi a különbség? Hát elsősorban azt említeném meg, hogy ez egy teljesen új keletű dolog, amit eddig nem ismertünk. Míg az influenzánál van védőoltás, ami sajnos még nagyon kevesen oltatják magukat, de az, hogy van egy betegség, amit mi biztosan tudunk oldani és gyógyítani, vagy pontosabban megelőzni, az egy hatalmas kincs, az egy kincsnek számít. És azt hiszem, hogy ez a jelen esetben különösen megmagyarázódik, hiszen hiába hasonlítanak a tünetei az influenzához, de egyrészt agresszívabb. Másrészt az inkubációs idő, ami ugye ez a lappangást jelenti, hogy még nincsenek tüneteim, sőt, sok esetben vannak olyanok, akiknek nincsenek is tünetei, mert mondjuk az immunrendszere erősebb, vagy fiatalabb szervezet hamarabb felépül, hamarabb legyőzi azt a kórokozót, ami mondjuk egy idősebb szervezetnél akár végzetes is lehet, végzetes lefolyású. Én mindenképpen ezt így megjegyezném tényleg, hogy és az influenza is lehet halálos. Csak ugye pont ezért javaslott, hogy különösen az idősek, illetve komorbidok, akiknek már több más betegségek is jelen vannak a szervezetében, amik legyengítik a szervezetét, igenis ajánlott, igenis kellene, hogy minden évben be legyenek oltva influenza ellen is. Pont erre akartam volna kitérni elsősorban, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy fel van fújva. Igazából én nem vagyok az, aki meg tudja mondani, hogy ez most tényleg fel van-e fújva vagy se, viszont én mindig azt mondom, hogy jobb félni, mint megijedni. És nézzük New Yorkot, Olaszországot, Spanyolországot. Szerintem senki nem akar olyan helyzetbe csöppenni, hogy ne egy Isten a nagyszülő vagy a szomszéd bácsi belehal ebbe. És sajnos
más megoldás nincs, mint hogy most ezeket a kellemetlen előírásokat betartjuk, mert hiába kellemetlen, hiába mondanak minden nap más szinte, azért mégiscsak eddig jól állunk. És ez szerintem, ami egyértelműen megalapozza azt, hogy miért is kell komolyan venni ezeket a felhívásokat, és miért kell ezeket az új szabályokat betartani. Igazából nagyon nem lennék a mostani politikusok helyében, mert egyszerűen ők is szerencsétlenek sötétbe tapogatoznak abból a szempontból, hogy ez egy teljesen új keletű dolog, és piszkosul nehéz lehet ezt most oldani, és nem hibáztathatjuk őket azért, mert esetleg egyik héten még ez a felállás, a következő héten meg az. Figyelni kell, hogy reagál ez az egész járványhelyzet az aktuális helyzetre, és én még mindig azt tudom tényleg mondani, hogy maximálisan betartani mindent, és amit én mai napig, hogy látom, hogy megkérdőjelezik a maszk használatát, ez szerintem abszurdum. Most én elhiszem, hogy kellemetlen ezt a maszkot viselni, de azt hiszem még mindig jobb, mint majd aztán lélegeztetőgépre kötve lenni. Én még nagyon-nagyon sokáig beszélgetnék veletek, de gyorsan itt rápillantottam a kis mérőmre, és úgy látom, hogy most már lassan egy órája beszélgetünk. Nagyon érdekes dolgokat mondtatok, és mondtam, hogy én még tudnálak titeket nagyon sokáig hallgatni, de valahogyan zárjuk le ezt a beszélgetést, és én arra gondoltam, hogy kicsit szakmailag, kicsit személyesen mi a megérzésetek ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ezek csak találgatások, tehát hogy igazából semmit nem tudunk pontosan, de akár egy második hullámról, vagy arról, hogy ez a vírus valóban itt lesz-e közöttünk, még akár évekig is, akár arról, hogy szerintetek hogyan fog megváltozni az életünk, hogy le tudjuk-e vonni a következtetést ebből, lesz-e valami tanulsága, tudunk-e ugyanúgy élni, mint ahogy eddig éltünk, vagy egy kicsit talán mi is megváltozunk. Nyilván ez személyes vélemény lesz, tehát hogy nem kell, hogy ennek nem ilyen tudományos összegzést várok tőletek, inkább csak a véleményetekre vagyok kíváncsi, a jövő orvosai lesztek, tehát hogy azért biztos van némi rálátásatok, hogy ti ezt hogy látjátok, tényleg csak röviden, hogy mi erről a véleményetek, Kata? Én szeretnék bizakodó lenni ezen a téren, és pozitív maradni továbbra is, és megragadnám arra is az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az embereknek Szlovákiában, hogy milyen felelősségteljesen viselkedtek az elmúlt hetekben, és én azt remélem, hogyha ez a fegyelmezettség úgymond belénk ivódik, megtanulunk ezzel élni, folyamatosan ugye az országban is fognak enyhíteni ezeken a szigorú korlátozásokon, de ha mi megtanulunk ezzel együtt élni, gyakran mosni a kezünket, hordani a maszkot, betartani a távolságot, nem látogatni az idősebb hozzátartozókat, ha mi ezzel megtanulunk élni, és többet mondjuk használni a számítógépet, és ezen keresztül kommunikálni, akkor én azt hiszem, hogy meg tudunk ezzel a járvánnyal küzdeni, és ezúton szeretnék mindenkinek sok kitartást kívánni, jó egészséget, és remélem, hogy ez a járvány megtanít minket arra, hogy felismerjük, hogy mi az igazán fontos, hogy nem minden esetben az, hogy a munkát, a pénzt és az efféle tárgyilagos dolgok a fontosak a világon, hanem tényleg a család, az együtt töltött idő, az a kis pihenés, a kertünk, amit mennyiszer elhanyagolunk, vagy az otthonunk, hogy most van egy kis időnk ezeket átgondolni, és remélem, hogy tanulunk ebből a helyzetből, és ha lenne egy újabb hulláma ennek a járványnak, akkor már felkészülten fogunk tudni erre, nem fog minket meglepni, és felkészültek leszünk erre a szituációra is, és ugyanúgy betartjuk majd a kellő úgymond a kellő óvintézkedéseket. Igen, óvintézkedéseket. Köszönöm, és még tényleg annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy
kitartás mindenkinek, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy beszélgethettünk. Anna? Igen, hát amiben én is nagyon bízok, hogy, ugye eddig eléggé, most úgy kezdek rájönni, meg úgy ugye megfigyeléseim alapján eléggé elkényelmesedtünk, és most a járvány, illetve a járvánnyal érkező unalom, mert sok esetben én azt veszem észre, hogy az emberek unatkoznak, és mit ad Isten, már nem azzal kötjük le magunkat, hogy a különböző internetes oldalakat böngészünk egész nap, mert negyedik héten ez már borzalmasan unalmas lenne, illetve nyomasztó, hanem elkezdtünk sütni, én is konkrétan életemben először daggasztottam, illetve tényleg a kertészkedés, meg hasonló, szóval, hogy egy picit úgy megmozgattuk magunkat, és kipróbáltunk új dolgokat, amire eddig vagy nem volt időnk, vagy kedvünk, vagy úgy bele se gondoltunk, hogy esetleg ilyennel is lehetne időt tölteni. Én nagyon bízok benne, hogy ezek a foglalatosságok esetleg megmaradnak majd akkor is, ha végre szabadulunk a karanténból. És még amitől én egy picit tartok, természetesen be kell tartani majd hasonló esetekben ezeket a szabályokat és a távolságtartást, de remélem, hogy az emberek azért most annyira nem idegenednek el egymástól, és nem fognak félni, úgymond közeledni egymáshoz, de azt hiszem, hogy ez talán nem fog bekövetkezni, legalábbis nagyon remélem. Hát azt gondolom, hogy egy bizonyos ideig biztosan hogy mondjam, távolságtartóbbak leszünk egymással. Ez talán időkérdése, hogy az elménk, ami ugye annyira jön felénk, akár a média felől is, az újságokból, a szakemberek, hogy az agyunk veszi akár tudatalatt is. Ez a reflexszerű is szerintem, vagy úgymond ösztönszerű ez a védekezési mechanizmus, főleg most biztos attól is fog, azon is fog mondani, hogy még mennyi ideig tart ez, mert minél tovább fog folytatódni, azért annál inkább nehezebb lesz majd aztán visszaszokni. Talán több időnek kell eltelni ahhoz, hogy annyi biztos, és azt gondolom, hogy ebben ti is egyetértetek, hogy nem leszünk már ugyanolyanok, mint amilyenek voltunk. Biztos vagyok benne, hogy sok-sok évtized múlva erre az időszakra úgy fogunk visszatekinteni, mint egy ilyen nagy próba, akár negatív, akár pozitív értelemben is, hogy mindenki számára, akár gazdaságilag, anyagilag is, emberileg, mindenki számára egy hatalmas próbatétel volt, és talán azt majd az idő fogja megmutatni, hogy mennyire jól mentünk át ezen a próbatételen, és mennyire voltunk benne sikeresek. Minden esetre én a ti próbatételeitekhez, ami most nyilván nektek a vizsgák és a beadandók, ugye mondtátok, hogy online oktatásban voltok, és erről már szinte nem is tudtunk beszélni, pedig ez is érdekelt volna, hogy hogyan folyhat egy egyetem, egy orvosi egyetem, egy online oktatás, de talán még lesz erre majd alkalmunk erről majd beszélgetni, vagy hát majd megosztatok akár a SEJK oldalán is, ugye ezt is mondom a hallgatóknak, nézőknek, hogy fel lehet a SEJK oldalát is keresni, hogy erről is majd cseppentsetek el némi információkat. Szóval én a ti online vizsgáitokhoz és beadandóitokhoz és minden célotokhoz és vágyatokhoz nagyon sok sikert kívánok, hogy teljesüljön az, amit szeretnétek, és az, amit elterveztetek. Azért magamnak azt kívánom, hogy ne találkozzunk sokat orvosi környezetben. Nem, mint hogyha félnék az orvosoktól, de azt gondolom, hogy inkább mindenki... Inkább majd a strandon. Igen, ez egy jó ötlet. Vagy a medikusokkal én is biztos szívesen elmennék egyszer szórakozni. Szóval, hogy nem, mint hogyha félnék az orvosoktól, de hát mégiscsak. Szóval inkább más környezetben találkozunk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottatok rám, és ezekre a kérdésekre, hogy válaszoltatok őszintén, úgy, ahogy azt érzitek, és ahogy azt megtapasztaltátok. És valóban nektek is jó egészséget kívánok, és hát vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Köszönjük! Köszönjük szépen mindenkinek! Köszönjük!